Így kerültem a kiemelt ügyek igazgatóságához. Ott egyébként azt tapasztaltam, és korábban is azt láttam, hogy ez a NAV-nak az egyetlen elit szervezete. Azért lehet ezt mondani, és ezt tényként ki lehet jelenteni, mert a legjobb revizori állománnyal rendelkezett, a legjobb vezetői struktúrával, vagy vezetői állománnyal, a legjobb szervezeti struktúrával és a legjobb technikai feltétellel rendelkezett. Mindezek által például a láncolatos áfacsalásokban, a NAV-ban egyedül és példátlan módon a leghatékonyabban tudta elvégezni az ilyen típusú ellenőrzéseket, amik alatt érteni kell, hogy ez több megyén, több országon átívelő ellenőrzésekre is vonatkozott. Azonban néhány hónap elteltével azt tapasztaltuk, hogy itt valami nincsen rendben. Ilyen volt azok az események, amik hát nem voltak egyáltalán jellemzőek adóhatósági szinten sem. Például amikor próbáltak ugye láncolatba egy kapcsolódó vizsgálatot elrendeltetni, és kérni a NAV elnökének az engedélyét, akkor ezt ugye értelemszerűen a revízió megírta ezt a javaslatot, megindokolta, hogy ő miért szeretné mondjuk más adózónak a vizsgálatát kérni. Ezt jóváhagyta az osztályvezető, jóváhagyta az igazgatóhelyettes, és jóváhagyta az igazgató. Ezt követően ment dr. Somos Katalin főigazgatóságára, aki még hozzátett néhány kockázatelemzési szempontot. Ezek a kockázatelemzési szempontok azok azonban olyan típusú körülmények voltak több esetben, amikor abból az ő kockázatelemzésükből egyáltalán semmilyen körülményt sem lehetett levonni. Hogy mondjak egy példát. Van egy hálózatos cukorbeszerző szlovákiai szállal, ahol adott esetben a revízió szeretné megtudni, mivel ugye bizonyos időszakban nincsen iratanyag, szeretné a fuvarozót vizsgálni, és ezért kéri a NAV elnöki engedélyét. A fuvarozó vizsgálatát megtagadja a főigazgatóság. Ez formailag úgy néz ki, hogy a NAV elnök az egy döntés, hogy ebben a típusú vizsgálat, vagy ennél az adózónál nem jó, de magát a javaslatot az ellenőrzési főosztály készíti. És az elnök úgy dönt, hogy az ellenőrzési főosztály javaslatot? Én azt vettem észre, igen, hogy a NAV elnök kvázi egy formai szempontból működik, tehát, és erre majd mondok is egy példát, tehát amit elé terjesztenek, azt alá is írja. Na, ezt lett volna a következő kérdésem, és ebben szakmai évek voltak a javaslatokban, vagy milyen? Nézze, amikor egy fuvarozóra azt állítják, hogy jó adózó, mert hogy a költségvetésbe fizet, és körülbelül meg ugye befizetendő pozícióval van, ott nagyon beszerzések nincsenek, hanem csak ugye szolgáltatás nyújtás van, tehát nagy valószínűség szerint áfa fizetési kötelezettsége van. Erre hivatkozni bizonyos vizsgálatnál, hogy ezért nem javaslom, ez azt mondom, hogy ez nem is nevezhető szakmaiatlanságnak, hanem ez egész egyszerűen ennél több. Ilyenre egész egyszerűen nem lehet hivatkozni egy ilyen szervezetnek. Ez nem hivatkozás, nem alap. Azon kívül, ha ő hozzáteszi ezt a kockázatelemzési javaslatát, hogy én nem javaslom, akkor ez alapján meg pláne nincsen olyan jogköre és hatásköre, hogy visszaküldje az igazgatónak és nem terjeszti fel az elnökhöz. Tehát több szempontból is problémás ez. Többször volt olyan, hogy ön által nem szakmainak tartott ér volt, vagy volt olyan is, hogy meg volt indokolva, hogy milyen? Amit én olvastam már ebbe az időszakban, és több ilyen volt, az mind ugyanilyen típusú szakmaiatlannak sem tekinthető, mert hogy ez annál sokkal, sokkal súlyosabb. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt valaki tévedett, hanem ez egyértelműen egy szándékos, mondjuk ki nyugodtan, ez egy szándékos megakasztás volt, mert azt a látszatot akarták csak kelteni, hogy olyan indoklást is tettek bele, amivel ők úgy voltak, hogy úgysem fognak vele foglalkozni, mert hát kibírálja felül egy ilyen hierarchikus szervezetbe. Tehát teljesen mindegy volt, hogy most valami indokot oda kellett tenni, de az, hogy most szakmailag helytállókat nem állt hely, ezzel ott nem foglalkoztak. Amiket én olvastam, az egyik sem állt meg szakmailag. Az első levelet Vidai Ildikó részére 2011. június elején terjesztettem közvetlenül felé a NAV Lotus belső levelezési rendszerében.
kérve annak a rossz, illetőleg szabálytalan működési mechanizmusnak a kivizsgálását, amelyben számos vezető érintett volt, és erre az elnökasszonytól válasz, érdemi kivizsgálás nem történt.